Már javában tart a felkészülés a DVTK női röplabda csapatánál. A lányok augusztus 1-én kezdték meg a munkát, és egy nagyon kemény időszak vár rájuk október közepéig, az Extraliga rajtjáig. A bajnoki rajt az konkrétan 11. hétnek a végén fog elkezdődni, nyilván a felkészülést egy 10-hetes ciklusban állapítottuk meg. Ugye ténylegesen az úgy fog kinézni, hogy az első két hét az így inkább ilyen visszarázódósabb, amikor tényleg a játékosoknak azon dolgaira próbálunk fókuszálni, hogy a labda biztonság alakuljon ki, ezzel egyetemben ugye már terheljük őket fizikálisan, és akkor a harmadik hét és a hatodik hét között ott lesz egy 3 hét, amikor tényleg elmondtam a lányoknak is, hogy nem éppen a legkedveltebb személy leszek a szemükben, de igazából mindig azt mondom, hogy a legvégén tudjunk úgy egymás szemébe nézni, hogy ők is hálásak, és én is elégedett vagyok, és én hiszek abban, hogy ez a 10-hetes felkészülés ez meg fogja hozni úgy a maga eredményét, ami nekünk egy elfogadható. Én merem mondani, siker lesz a végén. Szerencsére a keret már végleges, és mindenki el tudta kezdeni az edzéseket. Németh Szabolcs szerint egy jó játékos állomány jött össze a Diósgyőrnél. Magot sikerült együtt tartani, ugye, ami a magyarokat illeti. Az, hogy az öltözőben hogy alakul ki ez a közeg, abban van némi nemű beleszólásom, abban van beleszólás, de úgy magát az öltözőt én nem is szeretném. És úgy túlnyomó részt egy női öltözőt nem is tudsz belülről irányítani, mert nem járkálsz be napi szinten, ezt nekik kell kialakítani. Én megadom azt az irányvonalat, ami alapján kell haladniuk, és hogyha ők ezt megfogadják, akkor egy nagyon-nagyon erős közeget tudnak kialakítani, egy erős egységet. 6 új játékos érkezett csapatunkhoz. A szerb Mária Skoric számára már nem ismeretlen a magyar mezőny, hiszen 3 idényt már eltöltött a Szent Benedek Röplabda Akadémiánál. I kind of wanted to come back to Hungary because szerettem volna visszatérni Magyarországra, mert egyrészt így közel lehetek az otthonomhoz, másrészt szeretek itt lenni. A DVTK-ról pedig nagyon sok jót hallottam, és egyértelműen szerettem volna idejönni és ezt a saját szememmel megtapasztalni. A csapat még fiatal, ráadásul a lányok most jutottak fel az NB1-ből az Extraligába. Így kiváló potenciál rejlik ebben az együttesben. Szerintem képesek lehetünk idén akár egy jó eredményt elérni a bajnokságban. Emellett ismerem az edzőt is, aki már nyert egy bajnoki címet itt, és tudja, hogy mit csinál. Erre nekem nagy szükségem van, és arra is, hogy minőségi munkát tudjunk itt végezni. A lányokkal nagyon jól kijövünk egymással, de még nyilván egy kicsit az ismerkedés fázisában vagyunk, a pályán kívül és azon belül is. Eddig nagyon jól edzettünk, és szerintem remek szezon elé nézünk. I think it's gonna be a good season for us. Egri Claudia pedig kiváló formában tért vissza a nyári szünet után, amellett, hogy hosszabbított vele a klub. Ő lett az új csapatkapitány is. Meglepődtem, de nagyon örültem neki, hiszen világéletemben ennél a klubnál játszottam, és úgy gondolom, hogy a Szabolcs és a lányok segítségével egy nagyon-nagyon jó közeget fogunk alakítani, és ugye a kommunikáció a mindene ennek, az egésznek, és hiszem azt, hogy ha jól kommunikálunk, jól megismerjük egymást a lányokkal, akkor eljön az a pont, amikor erre szükség van, és akkor egy bonthatatlan közeget fogunk kialakítani. Igyekszem különböző oldalakon olvasgatni, hogy milyen attitűdnek kell lennie egy csapatkapitánynak, ugye ez nagyon új számomra, és próbálom önmagamat is motiválni, meg persze a lányokat. Természetesen még sok idő van az Extraliga kezdetéig, de a klub számára fontos, hogy idén a csapat kiharcolja a bennmaradást. Én már játszottam Extraligába, de még nem voltam stabil kezdőjátékos, idén viszont az leszek, és a csapattal együtt remélem, hogy tényleg egy ilyen bonthatatlan közösséget fogunk kialakítani, ahol egymásért fogunk küzdeni a pályán és a közös céljainkért.